Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt, a Dacia, vagy ahogy itt Franciaországban mondják, a Dacia meghívott egy különleges rendezvényre, ahol többek között a frissen bemutatott koncepcióautóval, a manifestóval ismerkedtettünk meg, illetve láthattuk a Bigstert is, ami megmutatja, hogy igazából a Dacia hogyan képzelje el a 7 személyes SUV-knek a jövőjét 2024-25 táján. De még mielőtt ezekről a modellekről szót ejtenék, néhány érdekesség. Az elmúlt 18 évben 7,5 millió példányt adtak el, ami elég komoly számnak minősül, Európában pedig már több mint 6%-ra rúg a márkának a részesedése, és 85%-a a Dacia-t keresőknek már rendelkezik okostelefonnal, ez fontos lesz a későbbiekben. Xavier Martinével is interjút tudtunk készíteni, aki a brand menedzsere a márkának, és elmondta, hogy azért nincs konkurálás a Renault-val, tehát együtt próbálnak kéz a kézben minél nagyobb piaci szeletet kihasítani maguknak. A Dacia jelenleg Európában 6%-on áll, együttesen pedig nagyjából 14,1%-on, és eddig az elmúlt 18 év alatt több mint 7,5 millió Dacia talált gazdára, és ők hisznek az LPG-ben, a gázüzemben is, hiszen 10%-kal kisebb károsanyag kibocsátás mellett 90%-kal kevesebb részecskét bocsát ki a környezetbe ez a technológia, és még az Euro 7-es szabványt is úgy tűnik, hogy teljesíteni fogják. Persze azért ott van a hibrid technológia, az e-tech a Renault-nál, amiből majd profitál többek között a Jogger is a jövőben, és illetve ami még nagyon fontos, hogy aki Dacia vesz, annak a 60%-a bízik a márkában, és újra ilyen márkájú autót szeretne a tulajdonában, szóval azért vannak itt érdekességek és különlegességek, amikre mindenképpen számíthat, amivel számolhat a Dacia. Egyértelmű viszont, hogy amikor lerántották a leplet erről a koncepció vagy tanulmányautóról, a manifestóról, akkor a publikum idejött, és azonnal elkezdte fotózni, videózni. Ez valószínűleg soha az életben nem fog forgalomba kerülni, de fura látni, hogy egy ilyen autóban gondolkodik a Dacia egyszer csak, nincs első szélvédő, oldalsajtók sem, szóval hát a telepre mennyire való, az egy jó kérdés, a nagy balonos gumik minden esetre abszolút alkalmassá teszik erre. És amit a Dacia mondott, hogy minek két fényszóró, hogyha egyel is meg lehet oldani a világítás, szóval egy hatalmas LED található elől, és ami látható még, hogy ilyen nagyon érdekes, markáns ívek jellemzik, robusztus kialakítás, annak ellenére, hogy csupán 3,6 méter. Alapvetően az egész autó arra lett felépítve, hogy terepen menjen, és kisegítsen akár másokat is, hiszen akár egy szerelő asztal is létesíthető a hátulján, hogyha kalapáccsal kell dolgozni, ha fűrészelni szeretnénk valamit, akkor ez is megoldható legyen. A tetején pedig különböző csomagoknak a szállítására adódik lehetőség, plusz az elején még csörlő is található, a belseje pedig különleges, újrahasznosítható műanyagokból, vagy éppen polipropilénből készült, ennek köszönhetően akár még a szövet, az bizony mosható is. Fura belül látni ezt az autót, a kormány kialakítása is egyedi, a fedezeti rendszert pedig maga a mobiltelefon látja, hiszen úgy gondolják a Dacia-nál, hogy fölösleges azt fejleszteni, hogy most mi legyen itt a fedezeti rendszer, amikor úgyis azokat az alkalmazásokat szereti használni az ember, amiket már megszokott, nem beszélve a térképes vagy valamilyen navigációs szolgáltatásokról. Az autó hátulja is abszolút különleges, nyilván áthatják a futurisztikus elemek, mint például a ledes lámpák, vagy éppen a ledes Dacia felirat. A Dacia manifestóval kapcsolatban még két érdekesség, az egyik a U-Clip, ami a jövő Dacia-iban is benne lehet majd, ha úgy rendeljük. Ez lényegében egy olyan szerkezet, amiben el tudunk tárolni különböző kütyüket, vagy éppen eszközöket, flaskát, vagy bármi mást, és mondjuk praktikus lehet a műszerfalon. A másik pedig, hogy a manifestó nyilván egy elektromos koncepció, ennek köszönhetően úgy képzeli el a Dacia, hogy ez az akkumulátor csomag ez cserélhető, és akár más eszközök is töltetőek róla, legyen az egy mobiltelefon, vagy valamilyen kültéri lámpa. Úgy összességében szerintem tök jól néz ki ez a modell, abszolút azt lehet mondani, hogy különleges, egyedi, és hogy végül forgalomba kerül-e, az egy jó kérdés, egyelőre valószínűleg nem. A másik érdekesség, ami kiállításra került, a korábban bemutatott Dacia Bigster, és lényegében ezt mutatja meg, hogy a Dacia hogyan képzeli el a következő éveket a nagyobb SUV szegmensben. Ugye CMF-B platformra épül ez az autó, és 4,6 méter hosszú, vagyis olyan 28 cm-rel hosszabb, mint a Duster, és egy robusztus modell, de mégsem kirívóan markáns, szép élek, illetve ívek jellemzik, nyilván futurisztikus ledes első fényszórókkal, illetve elég nagy kivitelben. A versét még nem lehetett megnézni, hiszen azért a végleges modell nem így, de hasonlóan így fog kinézni, ellenben kijelzők biztosan lesznek, hogy milyen motorizáltsággal lesz elérhető, arra még egyelőre nem válaszoltak a Dacia-nak a képviselői, de annyit elmondtak, hogy hát jól tudjuk, mik vannak a piacon, szóval valami hasonlóra lehet számítani, és ahogy korábban is már rebesgettem és említettem, az LPG-ben hisznek, és a következő piacra kerülő modellek mindegyike rendelkezik majd ilyen meghajtással, ilyen technológiával, hiszen a károsanyag kibocsátásuk nagyon jó, a hatótávjuk még inkább, szóval bőven van még jövő az LPG-s kivitelekben. Ráadásul a Dacia most már abszolút előretekintés, az Essential
Cool, Outdoor and Robust, illetve az EcoSmart szópárosok hatják át az egész márkát, és a 6%-ról immár 2022 első felében 7,5%-ra ugrott a részesedésük. Ráadásul olyan különlegességeket is bevezetnek, mint a showroomokban, hogy a kiterjesztett valóságnak a segítségével applikáción keresztül lehet majd megnézni, hogy hogyan néz neki pirosban, kékben vagy valamilyen más színben az adott kiválasztott modell, illetve akár alkalmazáson keresztül lehet majd lekövetni azt is, hogy hol tart a rendelésnek az állapota, mert ugye több hónapot kell várni sok gyártónál, így a Dacia-nál is néhány modellnek a megérkezésére. Már nem volt időm elmondani, de ami még érdekes lehet mindenképpen így utólag beszúrva, hogy a Dacia szerint azért igyekeznek a fenntarthatóság mellett az árra is koncentrálni, hiszen szerintük nem kell, hogy mindig minden az autókban legyen, hanem a felhasználók, illetve a vásárlók tudjanak dönteni. Éppen ezért jött létre a Spring is úgy, ahogy, hogy kompromisszumokkal teli, és hát nyilván nem hatalmas hatótávval vagy akkumulátorra csomaggal rendelkező elektromos autó, de akik mondjuk agglomerációból mennek be a belvárosba, azoknak elegendő. Egy átlagos napi felnőtt egyébként 31 kilométert tesz meg az ő felmérésük szerint. És azért azt se felejtsük el, hogy nem könnyű nekik is jó árat garantálni, amikor a forint, illetve az euró árfolyam ennyire rossz, illetve amikor mondjuk a fémnek az átlagára 600-ról 1200 euróra nőtt, vagy éppen az alumínium is 1500-ról 2500 euróra. Szóval amikor azt látjuk, hogy drágulnak az autók, akkor ezeket is jó tudni, hogy mi miért történik. A jövő tehát fényesnek tűnik, és a Renault-val karöltve kéz a kézben próbálnak minél nagyobb piaci szeretet kihasítani az iparágból. Reméljük, hogy ez majd sikerül, és tényleg felejtsük el a sztereotípiákat. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, kövessetek a különböző közösségi oldalakon, és akkor találkozunk a következő videóban is. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!